Sziasztok, kicsomizók! Én Kiki vagyok, és már egy rózsaszín dobozzal érkeztem. Már nagyon izgatott vagyok, hogy mi lehet benne. Nézzük is meg! Na lássuk! Azta, itt egy boríték! Ebben mindig valami izgalmas van. Nézzük meg! Nyissuk is ki! Mi ez? Van itt egy kérdés. Erre pedig majd én írok később egy kérdést. Csocsónak ki a kedvence a Harry Potterből? Ha-ha! Próbára akarsz tenni, Csocsó? Azt hiszed, nem tudom a választ? Miért? Tudod? Na nézzük csak. Sokáig Voldemort volt a kedvenced. Megjegyzem. Miért? Miért? Aztán, ha jól sejtem, az új kedvenced Dobby lett a házi manó. Ha csak meglátod, elnemeted magad. Sőt, még Mimit is megviccelted. Hú, kicsomizók, ezt el kell mesélnem. Miminek egy zoknit raktam a matek könyvébe, és amikor kinyitotta, csak annyit mondtam, most már szabad vagy. Zseniális volt. Ja. Zseniálisan gonosz. Jó, mondjuk én is nevettem. Kicsomizók, titeket tréfáltak már meg? Sztorizzatok kommentben, ha már Mimiről beszélünk. Azt írta este Üzibe, hogy elesett a balettóráján, és nagyon megütötte magát. Jaj, remélem jól van. Meg is kérdezem, mi történt Mimivel a baletton? Vajon mi történhetett? Na majd elmeséli a következő részben. Remélem tényleg jól van, kicsit aggódom érte, főleg, hogy fellépése lesz. Jó, csak a hónap végén, de akkor is. És már mehet is a kicsomi postára. Na de most nézzük, mi van a dobozban? Ó, ezek szilveszteri konfettik. Úgy imádom ezeket a szerpentineket. Tiszta olyan, mint egy varázsuniverzum. Na de ha már varázslásról beszélünk, mi az ott? Azt a kicsa mindenit. Ez egy varázsüst. Azta. Az a neve, hogy Magic Mixes. Vajon kit fogsz a varázslat hatására megalkotni? Hát nagyon kíváncsi vagyok. Varázsüst. 5 éves kortól ajánlott. 50 hanghatást és interakciót tud. Fú, de menő. Nézzétek, milyen cuki szörnyecske van ott. Azta. Valódi kötképződést idéz elő. Azta. Hát ez nagyon jó. Olvasd el a varázsigét. Adj hozzá a hozzávalókat. Koppints a pálcával. Alkosd meg a saját mixid. Majd varázsolj és játsz. Hú, mennyi kiegészítő van hozzá. Na de nyissuk is ki, mert már nagyon izgatott vagyok. Oké. Azta. Milyen szépen csillog. Ez egy igazi varázskristály. Hát ez nagyon izgalmas lesz. Na várjál csak. Itt a hátulján kell kinyitni. Ott. A nyílnál. Így mi. Most visszafordítjuk. És kezdődhet a varázslat. De előtte még ezt leszedem. Így vannak hozzá a dolgok. Azta! Ezen van egy egyes. Ez egy varázsüvegcse. És ennek is kristálya van a falában. Onnan jöhet a varázserő. Mit ír? Fontos információ. Ez egy figyelmeztetés. Arról szól, hogy semmi nem mérgező, ami a szedben van. Azta! Ez a használati utasítás. És itt vannak a hozzávalók. Ez egy varázskristálydoboz.
Na majd mindjárt megnézzük. De mi van még itt? Ez nem kell. Ez egy bónusz hozzávaló. Ez is ilyen varázslatos. És kiürült. Már csak ezeket a kartonokat szedem ki innen. Oké. Látjátok? Ott van a közepében ilyen kis világító fény. Ez fog majd nekünk jelezni később. De nézzük is meg a használati utasítást. Ez majd később megnézzük, mire való. De ez is nagyon szép. Ez pedig egy kábel. Gondolom ezzel működik, vagy ezzel töltődik. Na de majd mindjárt megtudjuk. Használati útmutató. Varázsüst. Na nézzük. Itt van egy tartalomjegyzék. És itt vannak dolgok, amit a varázsüstről lehet tudni. És ami hozzá van. Aha! Szóval fel lehet tölteni az üstöt. Mondtam én, hogy arra való. Két játékmód. Az alkotás játékmód. Most egy egész varázslatot fogunk megalkotni, ahol minden lépés után hármat kell koppintani a varázspálcával. De csak akkor, amikor az üst arra kér. A hozzávalókat a számozás alapján kell az üstbe önteni. Az üst különböző hangokon fogja jelezni, mit kíván a főzet. És amikor mindent hozzáadtunk, a varázslat feltárul. És elvileg elővarázsolódik Mixi. Mennyire cuki! És képzeljétek, később tud nekünk segíteni a varázslásban. De gondoskodnunk is kell az energia szintjéről, hogy mindig boldog legyen, vele is tudunk varázsolni, illetve megmondja, hogy teljesül-e a kívánságunk. Hát ez nagyon szuper! Gondoskodni kell róla, de szerintem jól megleszünk. Oké, itt a bónusz hozzávaló. Ezt ide kiveszem. Nézzük! Azta! Itt mutatja, milyen sorrendbe kell hozzáadni a hozzávalókat. És itt a titkos varázsige is. Magicus Mixus. Ó, de jó. Hát ez nagyon hasznos volt. Most pedig nézzük meg a hozzávalókat. Wow, de jó. Itt van egy fénycsillag és egy varázstól. Ebben pedig a névpapír van. Erre majd nekünk kell írni egy nevet. Tudjátok, mint a Harry Potterben. De jó. Na jó. Ezt most lezártam. Itt a varázspálca. Azta. Ebben is ugyanolyan kristály van, mint az üstben. Hát ez nagyon jó. Biztos, hogy ugyanolyan varázselővel bír. Ha nem nagyobbal. Magicus Mixus. Ez már nagyon megy nekem. Olyan egyszerű, mint a hús és pötc. Szuper! Akkor most kezdjük el ezt a varázslatos kalandot. Először is ebbe kell töltenünk vizet. Meg is van. Most pedig közelebb hozom az üstöt és beleöntöm. Halljátok, hogy bugyborékol? Hát ez nagyon jó lesz! Halljátok ezt? Ó, ez már most varázslatos! Itt a varázspálca! Na? Koppinthatunk! Halljátok ezt a gyönyörű hangot! Olyan, mint a Tündérországban lennék! Most következhet a második hozzávaló, a hangpor. Wow! Milyen jó!
Így. Öntsük bele. Na, de jól zár ez a dugó. Alig tud kijönni belőle. Így. Wow. Látjátok, pezseg. És zölden világít benne a lámpa. Három koppintás, és jöhet a következő hozzávaló. A fénycsillag. Itt van. Aszta. Ó, de szép. Bele is teszem. Most pedig el is keverhetjük a varázspálcával. Így mi. Nagyon jó. Sárga lesz tőle a víz. Teljesen hasonlít az üst színéhez. Halljátok, hogy bugyborékol? De jó. Koppintani kell. Wow. Nagyon jó. Jöhet a negyedik. Hol is van? Itt van a varástól. Vele is teszem. Így. Wow. Összekeverem. Így. Ezek szerint biztos tollai lesznek a mixintnek. Aj, de jó hangja van. Még egy kicsit elkeverem, hogy eloldódjon. Kopogtatni kell. Jöhet az ötödik. A pezsgővirág. Biztos ettől lesz olyan cuki a megidézett mixi. Ki is nyitom. Wow. De szép. Bele is teszem. Már elkezdett feloldódni a toll. És már lassan ez is. Látjátok? Most lilán világít a lámpa. Milyen jól néz ki. Már majdnem kész van. Már csak két hozzávaló kell. És elővarázsolódik Mixi. Halljátok? Koppintani kell. Jöhet a kristálykő. Szupi. Biztos ebből alakul át a teste. Jöjjön a hatodik. Ezt is összekeverem. Már fel is oldódott. Nagyon sejtelmes ez a szín. Vajon ilyen színű lesz a mixi? Már nagyon kíváncsi vagyok. Így. Még egy kicsit keverni kell, amíg nem halljuk a koppintásokat. Kop. Nagyon jó. És jöjjön az utolsó hozzávaló. Erre a pergamerre fel kell írnunk a varázslény nevét. Mi is legyen a neve? Régóta gondolkozom ezen. De maradjunk az egyszerűségnél. De azért legyen nagyszerű is. Tudjátok. Legyen a neve. Mixi! Bele is dobom a varázsüstbe. Így már magunkhoz tudjuk szólítani. Milyen jól pezseg. Nagyon tetszik. Most pedig, ha névpapír is feloldódott, a varázslat elkezd működni. Kop. Na mondjuk ki a varázsigét. Magicus Mixus. Hát ez nagyon jó. Na nézzük, most mi lesz? Nagyon izgulok. Elkezdett füstölni. Jön ki belőle a köd. Azta. De ilyenkor már nem szabad hozzányúlni,
mert így nem tud átváltozni a Mixi. Azt a demenő, és ez a zene hozzá. Tisztára úgy érzem magam, mint valami tündérhercegnő, aki épp valami csodálatos bájtalt kevert. Na nézzük, mi lesz a mi Mixinkkel? Már hallottam a hangját. Biztos, hogy ő volt. Ez a zene! Annyira izgulok! Ez mi volt? Ez biztos ő volt! Hogy találkoztunk. Nagyon cuki vagy. Ha itt megsimogatjuk, akkor aranyos hangokat fog kiadni. És boldog lesz. És ezzel nő a varázs ereje is. Mennyire cuki fülei vannak. Ó, és ezekért a szárnyaiért teljesen oda vagyok. Ó, és milyen aranyosan csivitel. Kis puha farka van. Na de nézzük. Ha egyszer megpöccintjük, lilává változik a drágakő, és varázsigéket kezd el mondani. Nagyon jó. Hogyha pedig kétszer, akkor kívánnunk el valamit, és ő megmondja, hogy teljesül-e, vagy nem. Kívánom erre az új évre a legjobb játékokat. És igen, zöld lett. Ez azt jelenti, hogy igen. Még egyszer! Azt kívánom, hogy sikerüljön jól Miminek a balett előadást. Nagyon jó! Ez is sikerülni fog! Varázsolj egy kicsit! Mennyire cuki vagy! És nézzétek, ide lehet ültetni az üst szélére. Nagyon ügyesen megkapaszkodik a farkával az üst fülében, és segít nekünk varázsolni. Na akkor gyere, varázsoljunk! Ó, de cuki! Segít a varázsitalk elkészítésében. Jó lesz így, Mixi? Köszi! Neked jobb a kiejtésed, mint nekem. Ezek a varázsigék mindig olyan bonyolultak. Nagyon jó! Aj, nagyon kis cuki vagy, Mixi. Így egy kicsit visszatöltjük az energiádat. És varázsoljunk még egy kicsit. Ha megint rákopintunk a varázskőre, akkor lehet, hogy valami meglepetés lesz. Na nézzük! Hallottátok ezt? Utánhozott egy lovat! Keverem tovább! Nagyon vicces vagy, Mixi! Jó, énekel! De cuki! De ügyes vagy! Hát te nagyon cuki vagy! Nagyon jó volt veled játszani, Mixi! Igazán szórakoztató társaság vagy! Annyira jó volt együtt varázsigéket mondani, és együtt keverni a főzetet! És remélem tényleg teljesül a mi is kívánságunk! A következő kicsomizáskor megtudjuk! Sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel, és írjátok meg a közösségi fülön, hogy ti milyen bájtalt kevernétek! Sziasztok! Kicsomicsoda! Kicsomicsoda? Kommenteljetek Instán a Kicsomicsodába!